Sziasztok, Ádám vagyok, a te2.hu-t nézitek. Közben a Samsung Galaxy Fame okostelefon látható, amelyen a Dungeon Hunter 4 játékkal kezdtünk el játszani. Megnézzük, hogyan is mutat. Igazából egy Broadcom processzor és GPU van a telefonban, illetve fél giga RAM. Ezzel kell elboldogulnia a játéknak. Ami alapjában működne is, viszont látható, hogy textúra hibák vannak, illetve ugrál a kép, ami valószínűleg a processzornak köszönhető, ez azért a játék élvezhetőségét gajra teszi. Bár tegyük hozzá, hogy egy belépő szintű hardware-rel rendelkező telefonról van szó, tehát nem egy Galaxy S4-ről beszélünk, hanem csak egy Galaxy Fame-ről. Így nagy képességeket nem kell várni, és már annak is örülhetünk, hogy egyáltalán elindul a játék, de azért mégis látszik, hogy lehetne ezen élvezhetően játszani, abban az esetben, hogyha ez a kis optimalizációs hiba nem lenne meg, és nem esne szét a kép folyamatosan, hiszen ezzel azt értékel a játék esetében, hogy élvezhetetlen, hiszen egyszerűen rá ununk erre a játékra, ami egyébként nem volna annyira rossz, hiszen ez egy jó kis játszható játék, abban az esetben, ha normálisan működik, ami jelen pillanatban, ahogy említettem is, nincs sajnos meg, hiszen szaggat, illetve élvezhetetlen képhibákat produkál a játék végig, ezáltal elveszi a játék élményét. És egyszerűen van olyan, hogy az később látjuk meg az elemeket is, tehát késik is a játékmenet. Bebeszaggat. És eltördeli a játékmenetet. Most megint némi kis beállítás után tovább haladunk a játékba, illetve csak próbálkozunk. Sajnos tényleg nagyon jó dolgokat nem tudok mondani, hiszen örülünk annak, hogy elindult a játék, de ebben az élvezhetetlen formában nem sok értelme van, azt kell, hogy mondjam. Így elmondhatja a Samsung, hogy fut a Galaxy Fame telefonján a Dungeon Hunter 4, de viszont élvezhető produktumot mégsem tud nyújtani sajnos a játék. Ádám voltam, ez volt pedig az a Samsung Galaxy Fame kis játék bemutatója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!